Sziasztok, itt vagyok egy újabb videóval, egy Halloween-es videóval. Ugye most jött be a játékban a Halloween, és ezt az új pályán fogunk játszani. És nem új pálya, csak ugye a pálya az már régi, csak ugye új event van ezen a pályán, csak ezen a pályán elérhető, úgyhogy próbálj. Hát már mentem az úton egy csomót. Egy videóban is meg akarom nektek mutatni. És nézzük meg, hogy akkor milyen ugye, így néz ki a pálya. Tök jó ilyen Halloween, tök lámpások vannak, meg szobrok, meg ez a hold is milyen jól néz ki, meg stb. Stb. A lényeg, hogy 5 operátor közül lehet választani. Most én Termite-tól megyek. Szóval Ashi, Termite, Bug, Hibana és Finka. Szóval támadóként is csak 5-öt és védőként is csak 5 operátor közül lehet választani. Ennél az eventnél így van, nem tudom miért. Kicsit hülyeségnek tartom, csak 5 közül lehet választani, de mindegy, hagyjuk. Úgyhogy menjünk is akkor ezen a pályán. Illetve még jöttek ugye ilyen Halloween-i pakkok jöttek még ki. Úgy vagy belépsz a játékba, és aztán kapsz egy pakkot, már ugye beléptél. Illetve challenge, hogyha 30 killed ezen a pályán lősz, akkor kapsz még egyet, és 60 killnél is kapsz még egyet, úgyhogy összesen 3 pakot lehet, illetve R6 kreditért ugye lehet vásárolni. Ha mennyibe kerül? 300 R6 kredit. Ha jól tudom, annyiba kerül. De én nem vásárolok, mert hogy úgy fölöslegesnek tartom. Szóval igen, azt írják, hogy kikkeljetek ki, vagy minden. Tudnák, hogy meg a felvételek, vagy veszem fel a videót, akkor nem mondanák ezt, de ráhagyjuk is. R6 mentalitás, kávé. De itt van a, erről beszéltem, itt vannak a töklámpások, ki vannak rakva. Ugye, milyen szép a hold is. Tényleg egy ilyen Halloween-i feelingje van. Ugye sokkal sötétebb a pálya, mint úgymond simában. Ugye itt vannak a szobrok, ezek is tök hangulatosan meg vannak csinálva. Amit látjátok, semmit nem lehet látni. Odáig már alig látok el. És közben meg így alatta vannak ilyen horror zenék, vagy hogy mondjam, ilyen. Jó, hát nekem lett egy kílem egyedül most ebben a körben. Úgyhogy én most egyébként nem arra megyek, hogy járjon a csapat így meg úgy, hanem hogy minél több kilt szerezzek, vagy a challenge miatt, hogy 60 kilnek össze kell gyűlnie, és ugye én azt szeretném, hogy minél hamarabb összegyűljön. És ezeket a pakkokat majd egy következő videóban ki fogom majd nyitni, mert vannak alfa pack-ek is, és inkább egy videóban szeretném őket egybe kinyitni az összeset. Szóval ez most csak a
pályát mutatom be, hogy milyen ez az event, meg ilyenek. Szóval majd az Alpha Pack-es videót majd ugye egy újabb videóban fogom majd megmutatni nektek, hogy mit jönnek belőle, remélem azért lesznek jók is benne. Ez még a jövő kérdése, hogy mit lesznek benne, de remélem lesznek jók. Én ezt a kört, ezt bukni fogjuk. Egy V2. Úgyhogy én most arra megyek igazából, hogy minél több killem legyen. Igen, és itt lehet védőként is csak öt közül lehet használni. Pulse, Jäger, Valkyr, Mira és Vigil. Én szerintem a garázsból leszünk, mert általában a garázsban szoktak lenni a bombák. Ugye ott kell bevédeni. Úgyhogy szerintem a garázsnál leszünk, de ki tudja még. Igen, megint írják, hogy kik meg minden, mert ez a baj, hogyha megy a videó felvétel, akkor ugye belassítja a játékot, mert secure the bombs. Nyilván megy a felvétel. Aha, fent vagyunk, ez is egy nagyon jó hely egyébként. Kicsit a garázsból leszünk, de most az egyszer úgymond délettem. Four has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Ten seconds. 5 seconds and counting. KB. Bomb located by Op 4. Yeah, dobbio torso. Az ablakot. Remélem, hogy nem lőnek ki, nem lőnek ki, szerencsére, úgyhogy. De akkor behúzzuk a... már. Nem menjen kárba. Láthatjátok, tökéletes helyre dobtam. Addig tökéletes, még észre nem veszik, de már nem tökéletes. Mint láthatjátok, már hármat bemértem. Úgyhogy általában erre a épületre kell valahogy rádobni. Onnantól már kafa. Ez a Mira is eléggé, hogy mondjam szépen, buta volt. Kb. Úgy ott lehetett. Besatszoltam, hogy kb. Hol lehet. Ugye nekem most a killek a legfontosabbak tényleg, én most arra megyek. Ugye elmondtam, hogy a challenge miatt. Nincsen már használható, mert ott tényleg. Szerintem már aha. Nem fúszhatnának egyébként igazán. Ott van. Ebben és a másik hol van, azt is.
hátból ülnek, mint bármi. Nem akartam inkább rusholni, mert úgy voltam benne, hogy inkább ne. Két kill, egész jó. Ha négy killel zárnánk úgymond a egész meccset, annak még jobban örülnék. Aztán még 20 kill kell. És akkor meg is van a 60 kill. Most a garázsban lesznek. Most úgy érzem. Hogyha egyszer fent vannak, akkor most a garázsban. Szemben, hogy így van. Annyi killen van? Két kill. Most hetezünk. 171 volt, 3. Kádia nem olyan jó, de elmegy. Négy kéje van. Egyébként nekem úgymond a legtöbb killem az 6 kill volt ebben a... ezen a pályán, ebben az eventen. Kérdés azért, az elég jó 6 kill. A varázsló. Ezért ezzel a pályán sokkal nehezebb bőle, mint a... most ebben a eventen úgymond, hogy ilyen sötét van, ugye a sötét a pálya. Sokkal nehezebb ölni, mint más pályákon. Más pályákon, mint akkor már 4-5 külön van. Egyébként azért sokkal nehezebb látni az ellenfelet, meg meghallani. Azért, hogy látjátok, hogy elég sötét van. Már alig látni szellemfalat is. Egyébként nagyon szép kis hangulatos pálya. Ott a hold is. Ugye itt vannak a töklámpások. Szép lehet őket ütni, meg lőni, meg bármit csinál velük. Ha ott lesznek. Rakja a baszki. The diffuser is no longer in your possession. Valaki védhetné addig a hátsómat. Megőrülnek úgymond. Tényleg, hogy ott van a autó mögött egy. Százszerződik, hogy ott van az autó mögött egy. Itt van. First floor. Operator igen. Aha.
Azt láttátok azért. Azért azt láttátok, ilyenek vannak. Szóval egyébként ez egy senki ez a gyerek egyébként. Láttátok azért. Ennyire tud ez a Valhov, vagy hogy hívják azt a hülye gyereket. Ennyire tud játszani kb. Oda beizéli magát oda a sarokba és ott áll. Ez olyan szalmas dolog. Ez a való gyerek. Aki camper, az nem tud játszani. Én úgy vagyok vele. Aki bekemperi magát és sarokba és ott van fél óráig és néz egy pontot, az kb. Hogy hívják? Nem tudom. Csíkus gyerek, vagy én nem tudom. A szállam, az nem tud játszani tényleg, aki bekemperi magát a sarokba, mint ez a Valhov gyerek volt, vagy hogy hívják. Ez egy Valhov gyerek, ez abszolút nem tud játszani. Ez abszolút nem tud játszani. Abszolút. Kemper volt. Ennek fogalma sincs a játékról, szó szerint. 160 nem tud játszani. Elfogadom, hogy megölt, de akkor izé ne kempeljen, mert szánalmas. De minden nem is érdekel. Lett egy kije. Szánalmas egyébként az ilyen emberek. Szánalmas. De ne! Ez a Mira is egy annyira egy nagy pöcs. Már bocsánat a szó érte. Annyias lesz a Mira már. Most így őszintén. Cooper 1-es. Meg is értem miért Cooper. Meg is értem. Hát én még ilyet nem láttam. De ezt én sose értettem a... Befalazza mind a kettőt, hogy csodálkozik majd, hogy vesztünk, nyerünk. Nem hiszem, hogy nyerünk. Inkább lesz. Nem tudom, hová rakni a fogok. De Isten. Vesztettük, de én most a pályát szerettem volna, hogy megmutatni, hogy milyen lesz az elem. Én most arra mentem igazából. Ez a Mira is kezdő lehet a játékban, mert nem szokták befalozni a... Soha nem szokták befalozni, hogy befalozza. Hát... About behind. Nem baj, lett egy heal. Azért láttátok, hogy azt a kukat szívusítani megölte majdnem. Igen, ez a Mira, ez egy hulladék szó szerint. Már bocsánat, de Cooper 1-es, mi azt a vesztettük el szó szerint. Nem baj, 3 kill. Igazából meg akartam úgymond nektek mutatni, most ez így sikerült, hogy vesztettünk, de hát minden játékban van vesztes kör, meg nyert kör, úgyhogy ezzel nem lehet mit csinálni. Erről beszélek, ez a... Nem baj. Szép volt, ennyi lett forró a videó. Elég jó voltam most ebben a körben, meg nem is a körben, hanem ebben az egész játékban, már 3 kill, és azért 3 kill-t elég nehéz szerezni ebben a eventen egyébként.
Úgyhogy, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, de nem kell feliratkozni, meg lájkot se kell nyomni. Az is elég, hogyha megnézitek a videót végig, én már annak örülök. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok, estétek, délutánotok, ki mikor nézi meg a videót, ha egyáltalán megnézitek, úgyhogy köszönöm szépen.